Tudom, nem kértétek, de... Miért is ne? Úgyhogy jöjjön még egy deszka videó, ezúttal gameplay formájában. Egy pillanat. Annyi változtatás lesz még itt, hogy az audio copyright strike megúszása érdekében kicseréltük a hangsávot olyan videók részletével, amelyeket deszka szívesen ajánl megtekintésre. Pillanat, fel kell olvasnom a donéteket. Nem kell. Én választom, hogy felolvassam, jó? Ahogyan azt is én választom, hogy minden nap felkelek, hajnalban, bemegyek a munkába. Mind az én választási lehetőségem. Értető? Én választom. Társadalmi normák. Én választottam ezt, érted? Belekényelmesedtem a helyzetbe, utálom a munkámat 10 éve, de ezt én választottam. Jó? Én döntök erről. Szeretjük azt érezni, hogy a döntés a mi kezünkben van. Szeretjük azt érezni, hogy a stafétabottal mi járkálunk. Szeretjük azt érezni, hogy mi vagyunk az elsők a futóversenyen. De valóságban nem. Nem. Ha így lenne, akkor már rég megléptél volna olyan lépéseket, amik hátráltatnak, amik miatt rosszul érzed magad napi szinten. Nem léped meg. Valamiért mégis be vagy tagozódva, valamiért mégis csak hitegeted magad. Önigazolsz, ámítod magad. Miközben olyan morális gátakat törsz át magadban évről évre, amik az emberiség szemetes kutyába, ha létezik ez a fogalom, vezetnek így kollektívan minket, egytől egyik, utána viszont már könnyű arra fogni, hogy de más is ezt csinálja, nem én vagyok az egyetlen. Így működik ma a világ, nem tudunk mit tenni. Ezt mindenki elfelejti, hogy volt egy pici periódusa az életének, amikor még tisztább életet élt, aztán megtörtént, aminek meg kell. Ripacskodás, minden a biznisz körül forog, a moralitás hiánya, az érzelmek kiölése önmagunkból tudatosan, egy temetésen is teljesen semleges érzelmekkel tudunk állni és facebookozni, miközben ezeket a top listás videókat nézzük, mint a zombik. Most már a saját gyerekünket indítjuk el ezen az úton. Nekik már nem lesz meg az a pici kis rés sem az életükben, hogy ebből ki tudjanak valahogyan törni. Az internet lenne a mencsvára ezeknek az embereknek, hogy itt információhoz jussanak, tanulhassanak, új nézőpontokat, új világnézeteket ismerhessenek meg, hogy a beszűkült látókörük egy kicsit kifele táguljon. Nem történik meg. Nem igénylik már ezek az emberek azt, hogy olyan dolgokra keressenek rá, amiktől a gondolkodásmódjuk az tágulna, vagy egyáltalán bármi építőjellegű dolgot csináljanak önmagukkal, a kritikát jobban kezeljék, a személyiségük fejlődjön, kiölik már gyerekkorban. Mind az iskolában valamilyen szinten, mind a szülők tudatosan otthon. A legradikálisabb példákat itt a YouTube-on látjuk, amikor az 5 éves gyereket már kiárusítja az anyja, és pénzt csinál belőle. Ez Magyarországon egy nagyon radikális példa, Amerikában Hollywood, Indiában Bollywood, Japánban a hentai, de nem tudom, hogy miért. Itt tartunk most. Ez a szomorú valóság. Hogy jutottunk ebből idáig? Ez a videó semmit nem mond. Én mégis pofázok. Szomorú, de ez van. Depresszív a dolog. És miért van az, hogy nagyon sok idős ember azt mondja, hogy a rendszerváltás óta baszódott el az élete? Ezen is el lehetne gondolkodni. Én most nem azt mondom, hogy kapitalizmus, fuck off, szocializmus, go back. Csak egy hipotézist vázolok. Miért van, hogy ez egy tendencia? Miért van, hogy sokan állítják? Te nem éltél benne, én nem éltem benne. Nem tudhatod. Azt hiszed, hogy ez egy ideális társadalom kép, amiben élsz? Beszoptad a faszt. Az sem volt, de ez sem az. Ezt az országot például, ami nagyon jellemzi, az az állandó panaszkodás. Meg az állandó sírás-rívás. Itt mindenki sírri, meg mindenki panaszkodik, meg mindenki kurvára sajnálja magát. Ez a magyar néplélekbe ilyen nagyon-nagyon mélyen bele van oltva. Az Isten tudja, hogy ez bele lett oltva, vagy pedig így ezek vagyunk mi, és nincs beleoltva semmi, és talán kéne egy oltás. De mindenki panaszkodik, és mindenki sírri. Ezt megfigyeltétek? Ebben a kibaszott országban? Úgyhogy én ezt a gyurcsányi kurva országból fejlesztettem. Mindenki sír. Miért?
mert mindenki Ausztriához méri az itteni életszínvonalat. És hát Ausztriához képest itt az élet, hát így ez így szart nem ér. Így ez a Brüsszel, ezt a szar kis pénzt, amit nekünk ad, így nem is kell. Inkább vigyék el. Ez így nem segítség, kedves Brüsszel. De komolyan ez a hozzáállás! Ez a hozzáállás! Sírás, rívás, önsajnálat. Pedig hát az az igazság, hogy nem vetődik fel senkiben az, hogy mondjuk ne Ausztriához mérje a saját életszínvonalát, hanem mondjuk mérje Romániához. És rögtön az lenne az élmény, hogy bassza meg, mi vagyunk Ausztria. De hogy így Ausztriánál meg már innen nagyon van Ausztriább, jó, van Svájc. Svájc, de most Dánia, könyörgöm, most Dánia az egy menőbb hely, mint Svájc. Jó, Svájc, most Dánia egy másik Svájc. Na, tehát ott van Svájc, és akkor Svájcból már nem tudsz hova menni, onnan már mindenhova a gettóba mész. Hát de tényleg, Svájcból bármerre mész, ott már izé van, ott már ilyen migránsok, meg hát leginkább így prolik. Most így Svájchoz képest, érted? És hogy mondjam, Ausztria az meg a majdnem Svájc. És hát mi vagyunk ez a hát szegény ember Ausztriája. Azért ez annyira nem szar. Arról van szó, hogy Magyarországon mi itt a világ felső 5%-ában vagyunk. Tehát a világ 95%-ánál jobban élünk. És sírunk. Sírunk, rívunk. Hogy ez így nem élet. Hát így, ez így nem élet. Ez a hozzáállás a világhoz. Mikor olyan kezdem azt gondolni, hogy aki sír, meg panaszkodik, attól azt is el kell venni, amilyen van. Nem viccelek. Arról van szó, hogy korrupt vagyok, és nem akarok megváltozni. Korrupt akarok maradni. De a korruptságomat, azt valamivel igazolnom kell a magam számára. És erre való a sírás, rívás, meg a nyomorúság. Mert aki, hogy mondjam, aki az a élethalál harcot vív a létért, a puszta létért, hogy megmaradjon, hogy életben maradjon, hogy megkapaszkodjon a szakadék szélén, hogy ne hulljon alá a semmibe. Ott nem lehet számon kérni azt, hogy most hát most mi van, na és mi van az elvekkel, fiatal ember. Bassza meg, lenni vagy nem lenni, ilyen kérdések vannak, nem elvek vannak, érted? És ő ezt akarja hazudni. És itt a jólét kellős közepén hazudik magának, meg a környezetének egy ilyen nyomort. És ehhez sírni kell. És a másik az versenyt sír velem. Utána meg kórus sírunk együtt Orbán Viktornak. Pont azért, hogy igazoljuk ezt a korrupt létezésünket. Valójában nem arról van szó, hogy rászorulunk a korrupcióra. Valójában arról van szó, hogy korruptak vagyunk, és már nem tudunk megváltozni. Már megrohadt a lelkünk. Megrohadt a lelkünk, igen. És most nem tud, most innen hova? Nincs hova. Csak a további korrupció van, és ennek a feltétlen igazolása minden körülmények között. Nincsenek olyan életkörülmények, amelyek igazolják azt, hogy az ember eladja a lelkét. Ami miatt itt ülünk, és relatíve mosolygósan tudok hozzátok nektek erről beszélni, az az, hogy ismét vége van egy újabb ilyen ciklusnak, ismét szétugtam a seggét, én győztem, ha-ha-ha. Ahogy eddig is, most is megtaláltam a megfelelő útját, módját annak, hogy leküzdjem ezt az egész dolgot. Egy pár kapcsolatnak véget vetettem, pár baráti kapcsolatnak véget vetettem, átalakítottam az életemet, és hát látjátok, hogy mennyi rész jön ki mostában, úgyhogy alapvetőleg úgy néz ki, hogy minden rendbe kezd jönni. Viszont, hogy ennek ne csak egy ilyen ömlengős része legyen ennek a videónak, hogy lehessen valahogy hasznot is húzni ebből annak is, aki esetleg nem érdeklődik annyira a témája iránt. Szeretnék pár dolgot mondani azoknak, akik ilyesmiken mennek keresztül, mert szerintem, ahogy beszéltem erről, így vagy úgy ilyen, olyan változatban azért sok ember magára tud ismerni. Nem, sajnos messze túl kevéssé ritka az én állapotom. Az én problémám, ne nevezzük ezt állapotnak. Hogyha te valamilyen szinten magadra ismertél, valami hasonló élet hátráltató dolog van a te életedben, mondom, legyen szó egy lelki dologról, mint nekem, legyen szó bármi mentális dologról,
szerhasználatról, testkép problémákról, bármi ilyesmiről. Amit neked tudok mondani most már, hogy én azért eléggé kitárulkoztam, itt legyünk őszinték. Az első dolog, hogy most már tudod, hogy de rohadtul nem vagy egyedül. Sose gondold, hogy ez egy ritka dolog, amit szégyelleni kell, már annyit biztosan tudsz, hogy én is melletted vagyok, vagyunk még egy páran. Ez a stigma az előbb-utóbb el fog tűnni, és az emberek sorra fogják belátni maguknak, hogy van mivel megküzdeni. Nem kell félned, nem kell rejtegetned. Második dolog, ami már kicsit komolyabb, senki soha nem fog rajtad segíteni, ha te nem segítesz magadon, ezért segíts magadon. Keresd meg a megfelelő segítséget, kérd a megfelelő segítséget, beszélj emberekkel, magyarázd el nekik valaki, akibe bízhatsz. Ez lányoknak leggyakrabban nem kell mondani, de a férfiaknál még mindig él, hogy a mentális betegség attól te sérült vagy, és nem. A betegség az betegség. Az ember néha megbetegszik, aztán megkezeli, megpróbálja meggyógyítani, sikerrel vagy sikertelenül, de mindig túljut rajta. Úgyhogy, amit tudok mondani, hogy ha elromlik a boiler, akkor nem állsz a hideg vízben, hanem kihívod a szerelőt és megjavítod a boilert. Hogyha elromlik a lelked, hívd ki a szerelőd, és javíts meg a lelked. Abszolút csak támogatni tudom, hogy eltöröljük azt a gondolatot, hogy ebben bármi stigma van. Javíts meg magad, is várunk vissza. A legfontosabb dolog viszont az, hogy ha valaki a te környezetedben küzdködik dolgokkal, amiket talán nem is értesz, mert nem osztja meg. Ne legyél rá mérges, ne legyél követelőző, vagy neheztelő. Hogyha fontos neked az az ember, akkor csak nyilváníts ki, hogy készen állsz a segítségnyújtásra, és várj türelemmel. Mind az én személyes életemben, mind a kommentek között, a rengeteg negatív, hol a rész, miért nincs rész, miért nem, azt mondtad, hogy van rész, ezek lepattogznak az emberről, csak lejjebb viszik a lejtőn. A türelmes támogatás viszont az, amit egy ember megjegyez, és amit igazán rohadtul értékelni fog, hogyha egyszer kijön belőle, ami mindig megtörténik. Látjátok ti most is, az ember mindig megjavul, és mindig jönnek új fejezetek, és mindig tudunk tovább lépni, úgyhogy... Ha mondjuk megy a boltba egy kiló kenyérért, mint letámadjuk, rendben van, igazán van, ott hagyjuk békén. De amikor egy play-it van, amikor egy közönség találkozó van, akkor igenis kutya kötelessége a közönséggel kedveskedni, hisz azért van ott. Ha nem tetszik neki, hogy kisgyerekekkel kell közösen fotózkodni, kisgyerekeknek kell autogramot adni, akkor nem menjen el a rendezvényre. Tehát élvezi a bevételt, élvezi a reklámszerződéseket, élvezi a népszerűséget, viszont a másik oldalát azt már nem szeretné. Akkor menjen el gyári munkásnak. Komolyan az ilyen youtubereknek azt ajánlom, menjenek el dolgozni 8-10 órában egy gyárba, és akkor nem lesz ilyen problémája, kutya nem fogja őt megállítani az utcán. De ha már ezt választotta, akkor viszont ezt kell csinálnia. Az a durva, hogy én látom a másik oldalát is ennek a dolognak. Violát elvittük koncertezni, és megálltam az autóval, igazából még ki se tudott szállni a Viola, már 3-4-en letámadták, hogy közös fotó, meg aláírás. És Viola mit csinált? Nem hisztizett. Kedvesen mosolyogva pózolt velük, pár kedves szót is mondott nekik, és utána mentünk el megkeresni a főszervezőt. Aztán, mikor lejött a koncertről, alig kapott levegőt, mit csinált? Majdnem egy órán keresztül sorban álltak a gyerekek, ő mindenkivel fotózkodott, mindenkivel beszélt pár szót, sőt, saját pénzen kinyomtatott ilyen fotókat, és azokat aláírta, és azokat adta a gyerekeknek. Tehát lehet ezt is csinálni. És nem hiszem, hogy nem lett volna jobb dolga, el szeretett volna menni pisilni, szomjas volt, mi egymás, és mit csinált koncert után azonnal, az első dolga az volt, hogy egy órán keresztül a közönséggel foglalkozott. És ezt így kellene csinálni, ez így lenne a jó. És rájöttem, hogy hol a probléma. Régebben, ugye még az internet előtt, valaki rockstar lett, vagy híres színész, akkor végigjárta szépen a lépcsőfokokat. Először 10 ember előtt lépett föl, aztán 100 ember előtt, és így szépen megszokta a közönséget, és úgy megtanult bánni velük. Most mi van? Otthon ül az ember egy kamera előtt, lesz 200 000 feliratkozója, ugye egyikkel se találkozik, tehát neki csak az egy szám, és ez csak szembesül velük, hogy úristen, nekem erre nincs szükségem. Tehát, és ez a probléma, hogy kihagyják a lépcsőfokokat. És én ajánlom az összes youtubernek, hogy ilyen továbbképzésen vegyenek részt, hogy hogyan kell bánni a közönséggel. Hisz belőlük élsz. Úgyhogy szeretném, ha ez a videó eljutna a legtöbb youtuberhez, mert úgy szeretném, hogy egy kicsit rádöbbenjenek arra, hogy akikből ők élnek, azoknak tenni is kell valamit cserébe. Szeretne a gyerek közös fotót, szeretne a gyerek autogramot, akkor igenis megcsinálod. Ha nem szeretnéd megcsinálni, ne töltsd fel a videódat a YouTube-ra, nézegesd otthon, és akkor nincs probléma.
Amikor elkezdenek követni az interneten tevékenységedet, bármilyen formátumon is legyen az, az előbb-utóbb kinövi önmagát, már ha kompetens vagy azzal a nézettel, hogy te fejlődni akarsz, hogy te mást is akarsz csinálni, hogy újítani akarsz. És mész előre, mint a rakéta, ezzel arányosan a nézettséged is, a követőtáborod vagy a rajongótáborod is meg fog szaporodni. Miért is ne lenne jó a hírnév? Hiszen annyi mindent kínál. A népszerű hiedelem ezzel kapcsolatban az, hogy ha az ember híres, boldogabban fogadják, sokkal előzékenyebbek vele. Kedvesen rámosolyognak akár az utcán is, ha felismerik. Nem kell megerőltetnie magát ahhoz senkinek, hogy figyeljenek rá, és eddigi teljesítménye alapján így értékeljék is meg, és ne utasítsák vissza. Nem kell azzal foglalkozni, hogy másokat megnyerjen, mások fognak annak örülni, hogy a híres ember fénye rájuk villan egy másodpercre, hisz mondjuk egy közös fotó, vagy egy aláírás, vagy bármi egyéb más közrejátszott az illető öröméhez. A híres ember közelében mások mondjuk óvatosabbak, például, hogy ne bántsák meg azt a kinézett sztárjukat, ne idegesítsék fel a fölösleges mondókájukkal. Vagy például egy általuk feltett kérésre véletlenül sem mondjanak elutasítást. Ha a híres embernek valami gondja van, az hirtelen mindenki problémája lesz. Gondoljunk csak a sztárok hatalmas véletlen mozdulására, amire elég gyorsan reagál a nép és hát a pletykarovatok, illetve videósok vagy sok egyéb más, tehát a nép szava, az világ rengető sebességgel eldönti, hogy te bizony egy rossz ember vagy. A híres ember panaszait ugyan komolyan veszik, mindenkinek más dolga sincs, mint hogy az ő hülyeségét hallgassák. Hisz a híres ember a főnök. A pszichológusok szerint a hírnév utáni vágy gyökere egy nagyon gyerekkori sérelemhez nyúlhat vissza, amin általában a figyelemhiány, a megbecsülés hiánya, a népszerűséget hajszoló valamikor nagyon jelentéktelennek érezhette magát. Talán egy elérhetetlen szülő, akinek egy dekányi dolga se tetszett, vagy észre se vette valószínűleg, hogy a csemetéje amúgy érdeklődik valami iránt. Talán nem is volt esti mese, dicséret, vagy bármi visszajelzés pozitívan, hogy az ő hobbija, vagy esetleg bármilyen tevékenysége, az pozitív lenne, és ezért ő dicséretet kaphatna. Ekkor jön az internet, ahol ugyebár mindenki elérhetővé válik mindenkinek, és bárki, ha tartalmat gyárt, vagy csinál valami attrakciót, erre egy visszacsatolás következik komment és lájkok formájában. Na igen ám, itt jön ki a pszichológia. Hisz most már a világ figyel rád és törődik veled. Aki híres, arra a szülei is általában büszkék szoktak lenni, ha másért nem is, de legalább a pénzére. Vagyis a jó nevelés egyik bizonyítéka, ha az ember gyereke nem vágyik arra, hogy híres legyen. Nyilván elismert legyen, az egy másik fogalom, de az, hogy csak híres legyen, úgyhogy semmihez se ér, az egy elég érdekes szituáció. De még ha a szülők meg is dicsérik a gyereküket, és támogatják, akkor is van egy probléma. Akkor, ha a külvilág nem erősíti meg az otthonról kapott jelzéseket, nem értik meg, nem bátorítanak a környezetben lévők, nem olyan kedvesek, türelmesek. Aki hírnévre vágyik, az arra vágyik, hogy értékeljék, és jól bánjanak vele, de a hírnév erre mégse képes. 2019. április 19. 19 óra 19 perc. Az összeomlás napja. A nevem Kenny Dolan. Ha ezt az üzenetet halljátok, valószínűleg már halott vagyok. Vagy üres fejjel vegetálok egy sarokban. A függőségek néhány év leforgása alatt ugrásszerűen vették át az uralmat felettünk. Elvesztettük a kontrollt. Egyik pillanatról a másikra eltűntek az agyak a világból. Hújtak az érzelmek, eltűnt az igény az igazi boldogságra. Csak a kényszerek, a megszokások, a sémák maradtak. A berögződéseink áldozatai lettünk. Hajkurásszuk nap, mint nap a súlytalan dolgokat. Szükségletként kezeltük a szükségtelent. Elhittétek, hogy a tudás, amit birtokoltok, mások fölé emeltiteket, hogy mindenki felett álltátok. Hát persze, Kenny, felejtsétek el. Ráfogjátok a világ összes baját színekre, számokra, klímaváltozásra, politikára, médiára, háborúkra, neveltetésre, eleve elrendelt rossz körülményekre, és megbújtok a tény elől, hogy soha, de soha egyszer sem néztetek mélyen magatokba. Nem a világot kell megváltoztatnotok, nem a tömegeket kell újraformáznotok, csupán egyetlen embert, Kenny.
Magadban kell rendet tenned, a saját elméd káoszát kell kitakarítanod, és soha egyetlen percig sem szabad elhinned, hogy már elég tisztul. Hidd el, én tudom, mekkora nagy szemétdomb van az agyad helyén. Sok mocskot kell még onnan kilapátolnod, nagyon sokat. Úgyhogy Kenny van, nézd mélyen magadba is, kezdj el gondolkodni, fókuszálj arra a büdös nagy förtelemre, ami most a koponyádban fészkel, mert ha nem teszed meg, és mások sem teszik meg, ha nem kezditek el józanul bírálni saját magatokat, kipereg ujjaitok közül a szabad akarat, elvesztitek a kontrollt, és a függőségeitek hatalmasodnak el rajtatok. Még van idő változni, ne higgy a gyáva eszméknek, akik futnak a változás elől, amik arra tanítanak, hogy semmit nem szabad megbánni, hogy csak a mának éljünk, hogy csak a pillanat számít, hogy minden a tiéd, ha mi minden. Nézd meg, mi minden jutott nekem. Tessék, itt van, ahol állok, markold meg jól. Sok dolgot kell majd igazán megbánod, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, amiket én. Nem a pillanat számít, hanem az egész életed. Ne a napnak éj, mert hidd el, ezért a napért itt például nem érdemes. Kenny, te még jobb lehetsz nálam, te még változhatsz, és kell is változnod. Nekem már mindegy, én már véget értem. Saját értéktelen vágyaim rabjaként halok meg, mert még mindig kapaszkodom a teherbe, amely a mélybe húz. Azért... mert még mindig függő vagyok.